A műsor támogatója a Heineken Hungária. A műsor média támogatója a femcafé.hu. Az első nagy sok az a Tonio Kröger volt. Tehát amikor erről beszéltünk, tudod, a könyvek kapcsán, hogy mit jelent nekem az irodalom, én akkor éreztem azt, hogy nem vagyok egyedül a világban. Tehát nekem a Tonio Kröger volt az első ilyen szívdobbanás. Tóth Krisztina, József Attila díjas költő, író, műfordító. A művészet többféle formában is jelen van az életében, hiszen szobrászszakon érettségizett és üvegművességgel is foglalkozott. Számos műfajban alkot, a költészet mellett novellákat és regényt is ír. Második regényét nemrég fejezte be, a hamarosan megjelenő kötetről is beszélgettünk. Első gyermeke születése óta jelennek meg gyermekirodalmi munkái, kisebbeknek szóló versei és meséi. Meghatározó számára a francia kultúra. Az elmúlt években hosszabb, rövidebb időszakokat töltött Párizsban, számos verses kötetet és regényt fordított franciáról. 34 könyve jelent meg, művei 18 nyelven, köztük franciául, angolul, spanyolul és svédül is olvashatók. Krisztina, nagyon szépen köszönöm, hogy befogadtál az otthonodba, ez a forgatás erejéig, és egészen elképesztő ez a mennyiségű könyv, ami itt van. Már mondtad nekem az interjú előtt, hogy 8000 kötet van a lakásban körülbelül? Igen, igen, ez egy 8000 kötetes könyvtár, külön van a magyar irodalom, világirodalom, és külön vannak az idegen nyelvű könyvek és a gyerekkönyvek. Elképesztő, majd az interjú második felében mondom azoknak, akik kíváncsiak a lakásban elhelyezkedő könyvekre, hogy hogyan néznek ki, látni fogják. Most viszont itt üldögélve beszélgetünk egy picit a három kedvencedről, mert hogy arra kértelek, hogy három olyan könyvet válasz ki, ami biztosan borzasztóan nehéz, de amiből egy picit jobban megismerünk téged, ami valami miatt neked nagyon fontos. Én úgy tudom, és úgy is látom, mert hogy mondtad, hogy melyik az a három, hogy magyarokat választottál. Kezdjük ezzel, hogy ennek mi az oka? Nagyon fontosak nekem a kollégáim és az elődjeim, és arra gondoltam, hogy három olyan írót választok, akik komoly szerepet játszottak az életemben, és akik nem csak a műveikkel, hanem a személyükkel is komoly példát jelentenek, és mindenképpen azt szerettem volna, hogyha magyar szerzőkről esik most szó ebben a beszélgetésben. Az egyik az Csorba Győző. Meg is mutatnám a könyvet. És hát megjelent egy új kiadásban a teljes Csorba Győző életmű, de valamiért én azt gondoltam, hogy ezt a régi kiadást fogom megmutatni a beszélgetésben, mert minden egyes régi könyvéhez személyes kötődésem van. Én 16 éves voltam, amikor megismertem Csorba Győzőt, egy pécsi kirándulás alkalmával. Egy diákírókör látogatott Pécsre, és felkerestük az otthonában Csorba Győzőt is, aki akkor már előzetesen megkapta mi verseinket, és nagyon kedvesen reagált az én verseimre, és 16 éves koromtól ez a komoly Kossuth díjas szerző, ez mindig levélben reagált, amikor küldtem neki valamit. Ebben a könyvben is eltettem egy levelet, amit küldött nekem. Beleolvasol, vagy ez nagyon intim? Hát a levelet nem olvasnám föl, de annyit szeretnék hozzáfűzni, hogyha megjelent egy új kötete, azt minden alkalommal elküldte nekem dedikálva. De és hogy egy pályakezdő szerzőnek ez borzasztó sokat számított. Egy komoly befutott költő, állandó szakmai figyelme, tanácsai, javaslatai. És hát én szeretném, azért is választottam ki Csorba Győző kötetét, mert szeretném, hogyha Csorba Győzőről több szó esnék. Mit kell róla tudni, mit érdemes? Csorba Győző egy pécsi kötődésű költő, és azt gondolom, hogy a modern magyar költészetnek egy nagyon jelentős figurája. Egy meglehetősen intim, javarészt alanyi költészet, és rendkívül modern és újító. Én nagyon sokat köszönhetek ennek a Csorba Győzői hangnak, és nem csak az ő személyes figyelmének, hanem annak a műgondnak is, ahogyan ő dolgozott a versein, és ahogyan a fordításait csiszolgatta például.
Pécsett a könyvtárban volt neki egy dolgozószobája, és oda vonult el, hogyha magányra és koncentráltságra volt szüksége, és engem is mindig itt fogadott. Most gyakorló költőként, amikor hetente csapnak össze a hullámok a fejem fölött, és folytogatnak a határidők, nem tudom elég értékelni azt, hogy ő egy pályakezdő költőnek fél napokat szentelt, hogyha én Pécsre mentem. És egyenként végignézte velem a verseimet, és minden sort megvizsgáltunk, és javaslatokat tett, hogy hol kéne módosítani, mire kéne gondolnom, és miket kéne olvasnom. Tehát, hogy ezt egészen elképesztőnek találom, és nagyon hálás vagyok érte, és azt gondolom, hogy ha az embernek ilyen tapasztalata van, akkor azt vissza kell forgatni, és hasonlóképpen eljárni pályakezdőkkel. Pusztán a tehetséged véget, vagy mi volt az oka, hogy ennyire kiemelt figyelmet kaptál tőle? Két olyan szerző is volt azokban az időkben, aki ilyen szeretetteljes figyelemmel fordult felém, a másik Mándéván volt. És azt gondolom, hogy ez javarészt a verseknek szólt, és nekik sem volt sok pályakezdő valószínűleg az életükben, akiknek ennyi figyelmet és szeretetet szenteltek. Csorba Győző minden alkalommal nagyon nagy műgonddal részletesen válaszolt az én leveleimre, és hogyha küldtem neki levélben verset, akkor mindig megírta, hogy mi a véleménye. Ugye bőven az internet előtti korban vagyunk, tehát még nem lehetett olyan könnyen megosztani, átküldeni verseket, és postán folyt a levelezés, és hát én ugye, erről mi már külön beszéltünk, én szobrászakra jártam, tehát én úgy tudtam kifejezni a szeretetemet, hogy gyakran küldtem rajzokat is a levelek mellé, ő pedig nagyon részletesen elemezte mindig azt, amit én küldtem neki, és mindig megtette a javaslatait. Ez is érdekes egyébként, mert örökérvényű tapasztalat számomra, hogy egyszer valamit mondott a készülő első kötetemben az egyik verssel kapcsolatban, és én azt nem fogadtam meg. És azt mondta nekem, kis félmosollyal, nagyon bölcs ember volt, hogy hát nagyon helyes, hogy nem is szereti az olyan költőket, akik így szíreszóra megváltoztatnak valamit, akkor ez át van gondolva. És eltelt 25 év. Csorba Győzöm már nem élt, és magvető megkért, hogy válogassam át a fiatalkori verseimet, és eszembe jutott, amit ő annak idején javasolt, és akkor jöttem rá, hogy igaza volt. Egyszerű tördelési kérdés volt, tehát hogy az utolsó sort kettőbe kéne tördelni, és levinni az aljára valamit, és akkor fölrém lett bennem, hogy Csorba Győző egy levelében ezt javasolta, de én makacs fiatal szerzőként azt gondoltam, hogy én ragaszkodni fogok a saját megoldásomhoz, és hogy ennyi évnek kellett eltelni, hogy rájöjjek, hogy igaza volt. Ezek apróságok, tehát nagyon nagy dolgot nem változtat a versen, épp csak annyit, hogy tökéletes legyen a tördelés. Muszáj, hogy rákössek a szobrászatra, hogy még az interjú előtt megdicsértem ezt a két alakot, és mondtad, hogy ezeket még 10 évesen készítetted, és ezek könyvtámaszok. 14 éves koromban csináltam ezt a két fiú alakot. Az egyik egy béka király az átváltozás közepén, még béka jegyekkel, de már férfi alakként. A másik pedig egy támaszkodó fiú. Igen. Gyönyörű, és könyvtámaszok, csak már annyi a könyv, könyvtámaszok, csak nem férnek be a könyvek közé. És hogyan lett a szobrászatból aztán költészet? Vagy ez meddig haladt párhuzamosan, és mikortól van az, hogy a szobrászatot magad mögött hagytad? Az elsőként kijelölt pályát tulajdonképpen? Hát középiskolában még szobrászakra jártam, és amikor el kellett dönteni, hogy bölcsészkarra vagy szobrászakra felvételizek, akkor úgy döntöttem, hogy akkor inkább megpróbálom a bölcsészkart, mert az olyan véglegesnek tűnt, hogy az ember hova megy felső oktatásba. Utólag persze tudom, hogy még később is lehet pályát módosítani, tehát ez nem egy olyan végletes döntés, de akkor úgy látszott, hogy talán akkor mégis bölcsészkar az irány.
volt valahogy más akartál lenni? Tehát, hogy a szobrászaton, üvegfestészeten, festészeten, költészeten kívül volt más egyébként, ami akár álomszerűen vagy eljátszott a gondolattal, hogy lehetne más is a szakmád, vagy mindig ezek voltak az irányok? Mindig ezek foglalkoztattak, és nagyon különös dolog ez, mert hosszú éveken keresztül a Budapesti Francia Intézetben kiállításokat rendeztem, akkor egészen közelről láttam, hogy hogyan születnek a művek, a képzőművészet közvetlen közelében voltam, és akkor meg az irodalom hiányzott. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az embernek, hogyha van egy ilyenfajta képessége, hogy alkothat és létrehozhat dolgokat, akkor nem szabad, hogy ezt a képességet elsorvadni hagyja. Tehát, hogy muszáj, hogy ezzel is foglalkozzék. Itt van például Forgács András, vagy itt volt Kántor Péter, aki szintén foglalkozott képzőművészettel, vagy H. János. Tehát, hogy nem jó, hogyha ezt a képességünket elsorvadni hagyjuk, mert akkor nem teljes az életünk, és nem kerek. Tehát, hogy ezek egymással összefüggő dolgok, és hogy a vizuális érzékenység az egy kiegészítő képesség, ami nyilván az írásban is megjelenik, és hogyha az ember vizuálisan érzékeny, akkor másképpen fog közelíteni a történetekhez, és máshogy fog fogalmazni. Nekem ez a vizuálisan közelítsünk a történetekhez, azonnal beúrik a Pixel című köteted, ami gyakorlatilag a borítón is egy festmény található, ami látszik. Van, igen, egy installáció van a képen, így van. Meg a Bálnadal, a legutóbbi verses kötetednek is egyébként egy festmény van a borítóján, szóval látszik, igen, hogy lépten. Igen, egy Pikácsi Danél a festmény van a borítóján. Ami gyönyörű, és hogy lépten nyomon tulajdonképpen a képzőművészet az itt visszaköszön az életedben. Meg hát ez itt a lakásban is egyébként szépen látszik. A mentor szerepét említetted, hogy milyen fontos Csorba Győző, Mándi Iván, és ugye így ajánlottuk Csorba Győző könyvét, még picit nála maradva, miért érdemes szerinted az ő verseit olvasnunk, és jobban megismerni a költészetét azon túl, hogy nagyon sok alapot letett, ami a mai költőknek fontos lehet? Igen, azt gondolom, hogy ő egy nagyon modern költő, és hogy talán méltatlanul keveset foglalkozunk vele, és én nagyon szeretném, hogyha az irodalmi köztudatban élne Csorba Győző, és többen forgatnák a verseit. Nálad mennyire gyakori, hogy van időd egyáltalán arra, hogy például ha téged keres meg egy fiatal költő, mint ahogy te x évvel ezelőtt Csorba Győzővel leveleztél, vagy már nagyon megváltozott a világ, nagyon felgyorsultak a mindennapok, megváltozott ez, hogy mondjuk egy ma élő nagy költőhöz, mint amilyen te vagy, egy kezdő költő tud-e esetleg segítségért fordulni? Ennek vannak intézményes keretei, tehát amikor az ember tanít és kreatív íráskurzust tart, akkor sokkal intenzívebben tud valakinek a könyvével foglalkozni. Éppen most írom Taródi Luca első kötetének a fülszövegét. Úgyhogy időnként rászánom az időt, és foglalkozom fiatal pályakezdőkkel, és megnézem a verseiket. Most kreatív írástanfolyamot nem tartok, tehát amikor az ember a saját dolgaival van elfoglalva, akkor nagyon nehéz arra kiszakítani időt, hogy komolyan foglalkozzon valamivel. De éppen az előbb mondtam, hogy én nem tudom elég értékelni, hogy Csorba Győző, aki nyilván hasonlóan elfoglalt volt, mint amennyire mi most elfoglaltak vagyunk, fél napokat arra szánt a könyvtárban, hogy amikor én Pécsre utazom, akkor velem beszélgessen. Ez borzasztóan nagy dolog, igen. Nagyon elfoglalt vagy, például jövő héten egy erdélyi túrára mész, tulajdonképpen, mármint új túrára, hogy egy bemutatkozó irodalmi túrára a fiaddal, aki a versedet megzenésítette, és végigjárjátok Erdély kisebb és nagyobb településeit. Egyrészt erről is mesélj, kérlek, másrészt kíváncsi vagyok, hogy elfoglalt vagy, ami azért látszik is szerintem, ha valaki a közösségi oldalakon követ, de hogy mivel telnek a mindennapjait? Hogyan képzeljük el ma egy írónő, költőnő életét, vagy a te életedet, hogy mivel telik? Hogyan fér bele az írás? Tudom, hogy neked ehhez azért egyedül lét kell. Vannak időszakok, amikor most inkább író-olvasó találkozók, és aztán majd jön az alkotás ideje, vagy hogyan képzeljük ezt el? Nézd, az ember megpróbálja tudatosan tervezni az egész évet, és tömöríteni a befelé fordulás időszakait és a szereplés időszakait, de ez nem csak rajtam múlik. Tehát tudod, hogy vannak intenzívebb időszakok, mint a könyvhét, könyvfesztivál, a nyár az egy nyugodtabb időszak, amikor inkább befelé lehet fordulni. Én most leadtam egy regényt a Magvetőnek, ami könyvhétre jön, tehát hogy nyilván ez egy szereplősebb, intenzívebb időszak lesz, és
Egyébként a délelőttöket azt próbálom munkára szállni, de rengeteg alkalmazott feladat van, ami ugye kiszakít a hétköznapokból, amikor fülszöveget kell írni, kiállítást megnyitni, stb. És hát nagyon sok utazás van. Most nemrég Törökországban voltam, aztán Olaszországban voltam a Pixel olaszországi bemutatóján, most nem sokára Berlinbe megyek, most pedig jön ez az erdélyi körút a fiammal, amire egyébként nagyon büszke vagyok, mert nagyon szép dolgokat hozott össze. Regény. Na hát most nagyon felcsillant a szemem. Én azért sok interjúban azt hallottam, hogy már nagyon régóta dolgozol, sokszor nekiálltál újra, úgyhogy most én nagyon boldog vagyok, hogy ezek szerint akkor leadtad, készen vagy? Igen, most vagy? Elkészült, most a korrektúra fázisban vagyunk. Már borítójavaslatokat is kaptam, úgyhogy tényleg itt vagyunk a finishben. De jó. Tudom, hogy Babonából, bár ez már lehet, hogy nem az a szín, most már lehet róla picit mesélni. Most már lehet mesélni. Az a címe, hogy a majom szeme, és két történet fonódik egybe. Egyrészt van egy magánéleti szál, és egy családtörténet, másrészt van egy társadalmi szál. Összességében azt mondanám, hogy ez a könyv van. Társadalmi manipulációról szól. Egyébként egy elég sötét hangoltságú könyv, és arról szól, hogy hogyan lehet szinte tudatmódosítást elérni embereknél, tehát hogyan lehet egészen személyes dolgokban is megváltoztatni a véleményüket, hozzáállásukat. A könyv egyik főszereplője egy pszichiáter, aki meglehetősen abuzív kapcsolatban van a saját pácienseivel, és aki szabad kezet kap egy nagyszabású kísérlethez, és tulajdonképpen azt követjük nyomon, hogy lehet embereket manipulálni, és akaratuk ellenére belevonni különböző projektekbe. Hú, de izgalmas! Miért ez a cím, hogy majom szeme? Azért a majom szeme a könyv címe, mert volt egy szovjet tudós, aki nagyon jelentős állami támogatással állatkísérleteket végzett, Gemihovnak hívták, és ő hajtotta végre az első fej átültetést. És végzett kísérleteket kutyákon és majmokon is, és tulajdonképpen az én főszereplőmet, ezt a pszichiátert, azt foglalkoztatja, hogy amennyiben egy állatot egy másik állat fejével összeraknak, a tudata vajon módosul-e. Tehát, hogy wow. A tudatot is át lehet-e ültetni, vagy hogy akkor az a lény, aki egy másik lény fejét kapja, az ugyanaz a lény marad-e, vagy az eredeti állat. Azt a mindenit. Ebből azt veszem ki, hogy te azért elég erősen ilyen tudományos érdeklődésű vagy. Ez a téma érdekel téged, vagy általán most érdekelt téged, vagy általánosságban elmondható ez rólad? Nézd, a Gemihov kísérleteibe az állatvédelem kapcsán futottam bele, és elborzasztott, hogy mivel kísérletezett, és hogy milyen messzire ment. Tehát ő volt a szovjet Frankenstein, aki minden állami támogatást megkapott ezekhez a teljesen elképesztő kísérletekhez. Tehát én az állatokon keresztül jutottam el a Gemihovhoz, és akkor egy kicsit elmélyedtem benne, hogy ő mit gondolkodott, és mit szeretett volna elérni. Ő minden kísérletéről azt nyilatkozta, hogy ő az emberiség érdekében dolgozik, de hát tudjuk, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve. Tulajdonképpen az ő története akkor ennek ellenére egy gondolom egy fikciós környezetben lesz ágyozva. Természetesen, tehát hogy ő csak az alapot adja ahhoz, hogy az én főhősöm azon gondolkozik, hogy mennyire lehet a tudatot és az embertömegeket manipulálni. Gondolkozom azon, hogy az emberek hogyan hoznak döntéseket, és hogy mi zúdul rájuk a mindennapokban, mit olvasnak, mi befolyásolja a gondolkodásukat, és hogy mennyire vezérli őket a szabad akarat, és mennyire meghatározottak az ő döntéseik. Szerintem nagyon fontos átlátni a manipuláció működését, és hogy ez hogyan hat az emberi tudatra, és tulajdonképpen ez a könyv
ez egy kvázi diktatúrában játszódik, nem tudjuk hol. Tehát természetesen ez egy fikciós mű, valahol Közép-Kelet-Európában játszódik, az idő sincs meghatározva, és azt foglalkoztatott benne, hogyha emberek tömegét manipulálják hosszú távon, az hova vezet, és mi történik. Ez egyébként egy disztópia, és a disztópiákkal ellentétben ez nem a távoli jövőben, hanem a közeljövőben játszódik. Milyen érzés letenni az asztalra, túlélni a regényen, vagy megírni a regényt? Mert javíts ki, ha tévedek, de én nekem olyan érzésem van, hogy párszor találkoztunk az elmúlt években, és hogy már volt, amikor már rendesen így nyomasztott, vagy stresszelt téged az, hogy végezni szeretnél a regényen, szeretnéd befejezni, szeretnél írni végre egy regényt. Jól érzem ezt, hogy volt benned egy ilyen, nem azt mondom, hogy megfelelési vágy, mert kérdés persze, hogy kinek szeretnél te például megfelelni, vagy akarsz-e meg... magamnak szeretnék de magaddal szemben volt egy és ilyen... És hát már volt regényem, tehát nem arról van szó, hogy én nem írtam regényt. Az akvárium. Igen, az akvárium. Engem elsősorban a tematika foglalkoztatott, és egy olyan történetet szerettem volna fölépíteni, ahol a magán életi szál összefonódik a társadalmi háttérrel, és megmutat egy világot. Tehát ennek a disztópiának a világa, ez nagyon erősen megképződött bennem, és évek óta szerettem volna ezt felépíteni és megcsinálni. Tehát az utóbbi 3 évem tulajdonképpen arról szólt, hogy ezen a könyvön gondolkodtam, és ennek a részleteit csiszolgattam, és az utolsó lépés az az volt, hogy megszüntettem benne a linearitást, tehát nem akartam, hogy ez időrendben építkezzék, hanem azt akartam, hogy az olvasónak kelljen összerakni az eseményeket és fölépíteni magában, hogy melyik szál hová kapcsolódik. Hú, de jó, nagyon várom, hogy olvashassam, akkor ez a könyv hétre megjelenik. Ez a könyv hétre megjelenik, és az lesz a cím, hogy A majom szeme. Szuper, nagyon ami várjuk. Egyébként egy Jemmy Hof kísérletben lefényképezett majomról szól, amelyik a fej átültetés után hirtelen tudatára ébred, kinyitja a szemét, és fölmerül a kérdés, hogy ez az állat, amelyik két állatból született, ez most melyik majom? Nagyon izgalmas, nagyon várom, hogy elolvassam. Köszönöm, hogy ennyi mindent elmeséltél róla. Csorba győző után a következő könyvre térnék át, amit ajánlani fogsz nekünk. A következő könyv Lázár Ervin Kisangyal című könyve. Ezt azért választottam ki, mert sokszor szembesülök azzal, hogy az olvasók többsége Lázár Ervint gyerek és ifjúsági szerzőként ismeri, és én mindig szeretem kiemelni, hogy Lázár Ervin a magyar prózairodalom egyik legjelentősebb alakja, és hogy ne csak ifjúsági szerzőként tartsuk őt számon. Amikor ez a könyv megjelent, és 2005-ben dedikáltattam, akkor én előtte írtam Lázár Ervinről. És nálam volt az a cikk, ami már akkor megjelent, és kimentem a könyvhétre. És nem tudom neked megmagyarázni, hogy micsoda szeméremből, de aztán én nem adtam ezt oda Lázár Ervinnek. Tehát nem akartam, hogy azt érezze, hogy nem is tudom, hogy én valamit akarok tőle. Tudod? És hogy úgy éreztem, hogy ez akkor marad egyszerű kalapemelés, hogyha én ezt nem osztom meg vele. Talán majd eljut hozzá, talán majd nem. És amikor meghalt, akkor ezt nagyon megbántam. Milyen hülye voltam, lehet, hogy örömet okozott volna. Mi van, ha nem jutott el hozzá? És ott volt a zsebemben, és nem adtam oda neki ezt az újságcikket. És hogy számomra ez egy kérdés utólag, hogy vajon az ember mindig meg tudja-e találni a helyes egyensúlyt? Hogy én egy sokkal szemérmesebb nemzedékhez tartozom, tehát, hogy én nagyon nehezen mentem oda idősebb pályatársakhoz, szerzőkhöz, és ha írtam valakiről, akkor semmiképpen nem az volt a célja, hogy ő ennek örüljön, és aztán megköszönje. És ezért aztán nem adtam át neki. És most, hogy Vati Zsuzsa és Lázár Ervin is meghalt, most van egy kis lelki furdalásom, tudod? És
És szerettem volna akkor neki elmondani, hogy nekem milyen sokat jelent az a prózanyelv, amit ő kikevert. És hogy mennyire egységes az, amit ő csinál. Tehát, hogy gyerekirodalomban ugyanaz, mint felnőtt irodalomban. A fikciónak, valóságnak, csodának, tündérvilágnak valami egészen különös kevertse. És hogy ebben is egészen fantasztikus, szinte már a, nem is tudom, a latin-amerikai irodalomhoz hasonlatos furcsa fordulatok vannak, csodák, szürreális történések. Egyszer, éppen amikor a Pixelt szerkesztette Király Levente, akkor egy nagyon kedves üzenetet küldött nekem, és azóta is olyan melegséggel gondolok erre a mélyre. Azt írtam benne, hogy Kriszta, te valami fura keveréke vagy a Lázár Ervinnek, meg a Tar Sándornak. Wow! És akkor én nagyon értettem, hogy a Levente mire gondol. Tehát, hogy itt mindenféle csodák esnek, tulajdonképpen bármi megtörténhet, de közben benne vagyunk a magyar mély valóságban. Tehát, hogy ezek a mindennapi történetek, ezek az utcán történnek. Tehát, hogy ezek a szereplők, ezek ott vannak a buszon, villamoson, ugyanakkor, ahová eljutunk, az bőven túl van a hétköznapi valóságon. És azért választottam ezt a könyvet, mert én akkor nagyon szerettem volna elmondani neki, hogy számomra ez milyen sokat jelent. Ehhez képest odaálltam, és csöndesen csak átnyújtottam a könyvet, és beleírt nekem. És tudod, annyit gondolkoztam, hogy mi a helyes. És hogy talán fontos elmondani a körülöttünk lévő kollégáknak, hogy milyen sokat jelent, amit csinálnak, mert amikor részbe kapunk, akkor késő lesz. Jaj, de szép gondolat ez, és azért nagyon izgalmas, mert nem tudhatod, de múlt héten a Szabó T. Anna, ugyanis ez a, mikor mi most beszélgettünk, még ez nem került ki ez az interjú, a Szabó T. Anna hasonlót mesélt, hogy mennyire félt aláíratni akár, dedikálásokat kérni akár, amikor még kezdőbb költő volt, vagy a pályája elején járt egy-egy embertől, Szabó Magdától, vagy bárkitől, és hogy ez nagyon érdekes, hogy mind a ketten ezzel a gondolattal jöttetek gyakorlatilag ebbe a beszélgetésbe. Így van, és hogyha fontos egy szerző, akkor azt el kell neki mondani, legyőzve a szemérmünket, a feszengésünket, mert tudni kell, hogy neki az egy visszajelzés. Te mennyire teszed meg ezeket a... Most szétnézek, azért nagyon sok kortársat is látok ezeket. Én olvasom, igyekszem olvasni a kollégáimat, és igyekszem visszajelezni. Főleg azoknak, akiket szeretek és személyesen ismerem. Mennyire szokás ez ma a magyar írók-költők között? Te is kapsz kortársaktól? Én is kapok visszajelzéseket. Én is kapok. És szerintem fontos, hogy olvassuk egymást. Nagyon örülök annak, hogy Lázár Ervin könyvet hoztad, nem ismerem, úgyhogy biztos el fogom olvasni. Picit még a történetről mesélsz nekünk, ez egy regény tulajdonképpen? Ez novellák gyűjteménye, és hát egészen elképesztőnek tartom, hogy ugyanaz a világ jelenik meg, mint ami az ifjúsági művekben megjelenik, tehát hogy ő egy teljesen kompakt szerző, aki ugyanakkor képes volt a gyerekeket megszólítani egy teljesen sajátos, tündéri csodákkal teletűzdelt nyelven. Gyerekek megszólítása az neked is célod, hiszen elég sok gyerek mesét, történetet, könyved van már. Ez adja magát, buta kérdés, hiszen van egy 10 éves lányod ráadásul, tehát valószínűleg a fókusz picit átkerült jobban a gyerekekre, meg hát a fiad most már azért, ő meg 20 éves? 24. 24 éves a fiad. Tehát amikor anya lettél, ez párhuzamosan bejött az életedbe, vagy pedig ez minden költőnél, írónál olyan, hogy általában próbál azért a gyerekek nyelvén is megszólalni? Nem tudom, tehát ugye ez nem magától értetődő. Én bevallom neked, hogy mielőtt a fiam megszületett, én soha nem akartam gyerekkönyveket írni. Eszembe se jutott mesékkel foglalkozni. Nekem kizárólag a saját gyerekeim adtak inspirációt, és a gyerekkönyveim többsége az azért született, mert a gyerekeimnek akartam valamit elmagyarázni, megmutatni. Most fejeztem be a Világ Puszi című könyvemet, ez szintén nem sokára jön, és már az illusztrátornál, Szalma Editnél van. Ez egy olyan könyv lesz, amelyikben
minden történet főhőse valami speciális problémával küzd. Van egy pepisilős kisfiú, aki retteltesen szorong a saját problémájától, és aztán megosztja egy tanárával, aki megsúgja neki, hogy kisfiú korában ő is pepisilős. Van egy dankoros kisfiú, tehát, hogy minden történet szereplője valami speciális kihívással, problémával küzd a hétköznapokban, és ezek a történetek tulajdonképpen igyekeznek segíteni és megmutatni, hogy minnyájunknak vannak problémái, gondjai. És egy olyan kisfiúról szól, aki egyáltalán nem tud mozogni, mert oxigénhiánnyal született, viszont nagyon komoly feladata van, mert nála van a világpuszi. És amikor a világpuszi elcsattan, akkor mindig valami csoda történik a világban. Valaki megmenekül, megóv minket valami katasztrófától. És ha már gyerekek, akkor a harmadik könyved is a gyerekekhez kötődik, hiszen Janikowski. A harmadik könyvem pedig egy Janikowski könyv. Róla is mindenképpen szerettem volna megemlékezni. Ezt a könyvet egyébként 2001-ben nekem és a fiamnak dedikálta Janikowski Éva, aki meglátogatott minket és nálunk vacsorázott 2001-ben. És hát amikor eljött hozzánk, akkor ő már beteg volt. És én nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza rá, és amit nagyon fontosnak tartok, az az ő humora a gyerek és felnőtt könyveiben is. Tehát az a végtelen könnyedség és irónia, amivel a világhoz viszonyult. Én tulajdonképpen a kamaszkoromban az ő gyerekkönyveiben találkoztam először ezzel a fanyar, ironikus humorral. Én ezt nagyon lényegesnek és fontosnak tartom, mert ez segít távolságot teremteni. Nekem egyébként ez a legnehezebb anyaként, hogy a napi problémáktól valami távolságot tudjak tartani. És hogyha egy szerző ezeket a dolgokat ábrázolja egy gyerekkönyvben úgy, hogy saját magunkon is röhögni tudunk, akkor az nagyon nagy támaszt jelent szülőnek és gyereknek is. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon fontos hang, nagyon örülök, hogy ismerhettem őt. Csodálatos személyisége volt egyébként, és örülök, hogy ez egy ma is élő örökség. Ez a könyv, az úgy volt, de egyébként szerintem Janikowski az, akinél bármit érdemes levenni a polcról, és talán tényleg ő az, aki ott is van még, talán mostani gyerekek polcán és az édesanyjuk révén. De egyébként mi az, ami miatt még mondjuk Janikowskit, magát az, hogy őt olvassunk, érdemes olvasni, vagy érdemes a gyerekeknek forgatni? Hát a bölcsessége, a lényeglátása, és az, hogy egyszerre szórakoztatja a szülőt és a gyereket. Tehát szerintem az a jó gyerekkönyv, amit, hogyha a szülő felolvas, akkor közben a szülő is felröhög és jól érzi magát. És ez egy ritka tudás szerintem. És Janikowski ezt tudta. Kikacsint a szülőre, megnyugtatja a szülőt, hogy figyelj, én is rohadt fáradt vagyok, nem csinálod olyan rosszul. Így lehet csinálni, minden oké. És közben a gyerek is magára ismer, és rájön, hogy nem ő a rossz gyerek, nem ő a hülye gyerek, más gyerekek is ugyanezeket a hibákat követik el, érti a gyerekek problémáit, érti a gyerekek lelkét, és az egészhez valami végtelen bölcs humorral tud viszonyulni. Nagyon izgalmas, hogy azért szerintem ez az ironikus fanyar humor a gyerekkönyvekben ez rád is jellemző, ahogy, tehát Janikowskitól úgy érzem, hogy ebből sokat tanultál, és a másik három könyv, vagy mind a három könyv olyan, hogy azt hoztad, amiből te is táplálkozol, mind Lázár Elvin, aki egy példakép volt, és a prózájában nagyon tudsz hasonló lenni, mind pedig a Csorba Győző, aki mondtad, és ugye 16 évesen a főmentorod volt, hogy izgalmas, hogy ezt a három könyvet hoztad, és választottad ki ebből a rengetegből. És annyit emelnék még ki, ami Lázár Ervinben és Janikowski Évában is közös, hogy pontosan látja, hogy mi az, ami az életben nehézség és szomorúság, mégis olyan derűvel és életszeretettel képes ezekről a dolgokról szólni, hogy kapaszkodót jelent nekünk, olvasóknak.
Mit jelent számodra a könyv? Hogy picit általánosságban áttérjünk, és mindjárt szeretnék is, ha lehet még a műsor végére egy ilyen kis körbetekintés, megnézzük még a polcaidat, könyveidet, de hogy előtte mit jelent számodra a könyv, az olvasás? Nézd, nekem kamaszkoromtól azt jelenti a könyv, hogy nem vagyok egyedül a világban. A saját traumáimmal, történeteimmel, szorongásaimmal. Tehát, hogy mindaz, ami velem történik, az nem csak személyes történet, hogy a világban minden megesett már, és hogy az írók, költők kapaszkodót nyújtanak nekünk, és megmutatják, hogy nem vagyunk magányosak. És az írás? Az írás pedig olyan, mint a levegővétel. Tehát el sem tudom képzelni az életemet írás nélkül. Tulajdonképpen amióta az eszemet tudom, úgy értem, hogy amióta tudatos lény vagyok, és megtanultam fogalmazni, tehát kamaszkorom óta mindig is igyekeztem valamilyen módon reflektálni a világra, és rögzíteni fontos eseményeket, úgyhogy az írás nekem része az életemnek. El sem tudom képzelni, hogy enélkül létezem. Nagyon köszönöm. Ha lehet, akkor viszont meg szeretném nézni, hogy hol szoktál legtöbbször írni. Ott van egy gyönyörű íróasztal és egy nagy könyves polc, és akkor azt megnézzük. Itt van akkor a dolgozószoba tulajdonképpen? Igen, ez a dolgozószobám, és itt van a világirodalom, itt folytatódik a magyar irodalom, és ott van a vége a sarokban. Mi a rendezési elv a könyves polcaidon? Magyar irodalom, világirodalom, és hát vannak a nehezen besorolható szerzők, most mondok egy példát, Laurent Gaspar, magyar származású francia költő, akit ugye a francia irodalomhoz soroltam, van egy idegen nyelvű könyvespolc, ahol a francia-angol irodalom van. Egyébként külön magyar irodalom, világirodalom, irodalomtörténet és pszichológia. És ezen belül ABC-rendben? Vagy ezen belül ABC sorrendben van. Az mondjuk jó nagy munka lehetett. Elég nehéz egyébként fenntartani, mert amikor új könyvek érkeznek, főleg a magyar irodalomnál, akkor az egész sort arrébb kéne tolni, és én nem szeretem, hogyha be kell fektetni könyveket, de sajnos ott nem mindent tudtam besorolni, mert nem tudom az egész polcot áttolni. Világos. És ezt az elejétől így gyűjtöd, vagy ez a hosszú évek alatt alakult ki, hogy egyszer nekiálltál, és mindent átrendezted ABC rendbe? Nem, ez mindig is így volt, amióta gyűjtöm a könyvtáramat, hogy külön a magyar irodalom és külön a világirodalom, és akkor ezen belül ABC sorrend, mert így tudok a legjobban tájékozódni. És mondjuk 8000 kötetnél már muszáj betartani valami rendszert, mert egyébként, hogyha kell valami, akkor nem találod meg. Ez egy kis fiókkönyvtári mennyiség már gyakorlatilag. Igen, ez tulajdonképpen egy fiókkönyvtár már. És akkor külön van még a gyerekirodalom, azt elfelejtettem említeni, hogy van egy gyerekirodalmi rész is. Azt a mindenit gyönyörű, hát itt még egy kicsit majd biztos szétnézek, viszont mutassuk meg a nézőknek, hogy itt szoktál írni? Ez igen, a dolgozó ez, sarkod? Igen, ez a dolgozó sarkod. Gyönyörű, milyen fényes, ez egy jó kis ilyen kulissza háttérben. És hogy hát szeretem, hogyha mindig csak az van az asztalon, amivel dolgozom. Tehát én nem vagyok egy ilyen felhalmozós, hanem szeretem tisztán tartani az asztalt, és csak a jegyzetek legyenek elől. Egyébként milyen olvasó vagy? Regényeket is olvasol? Beleolvasol, félreteszed, vagy pedig végigolvasol? Párhuzamosan is olvasok dolgokat, és mindig olvasok valamit este. Tehát most meg tudom neked mutatni, hogy mi van ide készítve. Itt vannak a jegyzeteim. Ezek vannak ide készítve, ezek várnak. Uh-huh. Gerőcs Péter. Ez egy új kiadás, úgy látom, mert ez ugye másik. Gerőcs Péter könyve is vár. És Vörös István van előkészítve, és ezt olvasom éppen. Gerlóci? Igen. És eddig milyen? Nagyon szeretem. Ez egy családtörténet. Igen, csodálatosnak tartom. Tehát izgalmas, gyönyörűen ír. Uh-huh. Na hát ezt én is el szeretném olvasni. Majd jaj, ne haragudj, becsuktam, emlékszel, hozzátottál? Ne haragudj! Azt hittem ez a könyvjegyződ, és közben ez volt. Emlékszel, hol tartottál? Tudom, hogy hol tartottál. Akkor nem baj, nem. Ne haragudj. Nagyon szeretem, és egyébként hadd említsem meg, hogy gyönyörű a borítója, igen, tehát az külön. Szkolár nagyon szép borítókat csinál, és ez is elképesztően szép borító.
Ó, ezt a könyvet is néztem már egyébként. Gerevicsnek. Ez fantasztikus, fantasztikus. Ez biztos neked nagyon jó kapcsolódás, hiszen ugye a képzőművészet. Igen, igen. És hát nagyon-nagyon izgalmas, ahogy képek hátteréről ír, a festők önéletrajzi motivációit megvilágítja, tehát tényleg fantasztikus. Hú, de jó. Most szembe jött már többször, de most kaptam egy újabb inspirációt, hogy elolvassam. Esténként van idő arra, hogy úgy leülj, pici idő, rászállj mondjuk tényleg akár egy ilyen családregényre hát több időt? Esténként és éjszaka. Esténként és éjszaka. Egyébként meg azt már említettem neked, hogy én nem vezetek autót, tehát hogyha utazom, akkor mindig van nálam könyv. Tehát hogyha vonatra szállok, vagy egy hosszabb buszutalat, mindig olvasok, vagy repülőn is. Tehát mindig viszek magammal valamit, és akkor nagyon érdekes, hogy sokszor a könyv, amit magammal viszek, az az utazáshoz kapcsolódik. Tehát hogyha később fölidézem a könyvet, akkor összekeveredik a helyszínekkel, és tudom, hogy na, amikor Olaszországba, vagy ide, vagy oda mentem, akkor pont őt, meg őt olvastam. Na jó, igen, ez nem is így szokott lenni. Megnézzük, még kint is van néhány polc, azt is meg szeretném vizsgálni, meg még a folyóson is mutattál a folyóson vannak az idegen nyelvű könyvek, így van. Hát ezt mondtam neked, hogy sajnos nem tudom megoldani, hogy ne fektessek könyveket, mert nem minden fér be. Meg gondolom használatban is van, tehát van olyan, leveszel, beleolvasol. Persze, főleg verseket. Verseket. Nagyon szép. Most legutóbb például Gerevics András Férfiak című kötetét vettem elő, vagy ki akartam valamit keresni. Ezt is mutatom, fantasztikus könyv, Karik Sára életrajza, és abból akartam valamit kikeresni, emlékeztem, hogy a Benedek családról beszél hosszan, és azt Tényleg? Akartam megkeresni, mert nagyon izgalmasnak találtam. Ezt pedig csak elővettem, mert régen volt a kezemben, és nagyon szeretem a Gerevicsnek ezt a kötetét. De jó, ez a Tények és tanok sorozata, ez most felmerült múltkor is már, és egy másik kötettel, de ez nagyon-nagyon színvonalas, egészen meg izgalmas. Egészen fantasztikus személyiség volt Karik Sára. És ez Ferenczi Krisztina? Igen. Ferenczi Krisztina versei. Tehát, hogy ezt is nagyon érdekes olvasgatni, de erről akartam elsősorban beszélni, hogy azért vettem elő, mert régen volt a kezemben, és szerettem volna újra ezeket a verseket elolvasni, és ezért egyik nap ide készítettem, hogy akkor átfutom, ilyen szokott lenni. Eszembe jut egy szerző, és akkor újra akarok találkozni ezekkel a szövegekkel. Ez pedig Karik Sára könyve, és mondom, a Benedek családról írt valamit, és annak akartam utána nézni, mert ilyen ingázó, részletekben elvesző, hosszú beszélgetések vannak, és hát lebilincselő egyébként az a tudás és az a morál, amit képviselt. Úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek. De jó, utána fogok nézni. Ott van még egy nagyobb polc, még azt nézzük meg mutassuk meg, mert az is gyönyörű. Mert maguk egyébként ezek a polcok is nagyon szépek, olyan jó, hogy az egész lakásnak így a része, azért meg éke. Azért gondoltam egyébként, hogy parapet magasságú legyenek a polcok, hogy mégse olyan legyen a szoba, mint egy könyvtár. De azért 8000 könyvet nagyon nehéz úgy elhelyezni, hogy ne legyen könyvtár szoba jellege. Igen. És ez a magasság, ez még pont ideális, tehát lehet még képeket fölé rakni, meg dísztárgyakat. Ott kezdődik a magyar irodalom, és itt folytatódik aztán. Aha. És aztán bemegy a szobába, és ott ér véget a másik polcnál. Hát ebben benne van a szülői könyvtár, amit otthonról hoztam, meg a saját könyvtárom, amit évtizedek alatt gyűjtögettem. Tehát én már egyetemistaként elkezdtem könyveket gyűjteni, és akkor elég tudatosan építettem fel a könyvtárat. Egyébként ezen töprengtem most, hogy a fiam már fiatal felnőtt, hogy valószínűleg azért én vagyok az utolsó nemzedék, amelyik tudatosan könyvtárat épít. Tehát, hogy ez már nem lesz törekvés a következő nemzedékben. Hát, jó kérdés egyébként. Szerintem személyiségfüggő, mert én is próbálom gyűjtögetni a könyvtáromat, bár tény is való, hogy mivel én például albéletben élek, én pont amikor most költöztem egyik lakásból a másikban, volt egy olyan érzésem, hogy valójában most még minek halmozom, majd később lehet, és inkább elajándékoztam, vagy eladtam azokat a könyveket, ami nem az volt, hogy na hát ez biztos, hogy nem adom senkinek, és így leszelektáltam, és lett egy hát kisebb könyvtár. Az sem pici, de azért nem egy ilyen több ezres. Úgyhogy az nem biztos. Lehet, hogy azért még a mi generációnk is azért még fog könyvet gyűjtögetni, vagy tudja. Hát még nagyon sok olvasó van. Hát jó lenne erre gondolni. Mondom, ez egy nagyon átválogatott alapkönyvtár, amiben klasszikusok megvannak, és azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen egy fiókkönyvtár. Tehát, hogy
itt tényleg megvannak az ifjúsági alapművek, a klasszikusok, a külföldi szerzőktől is, tehát világirodalmi szerzőktől is fontos alapművek szintén megvannak, úgyhogy... Mi volt az a könyv egyébként, ami neked az első olyan nagyon-nagyon-nagy olvasmányélmény? Megvan ez, hogy mi volt, ami így a könyvek felé lökött? Vagy nem tudom, neked volt-e ilyen érzésed, vagy hát kamaszkoromban volt ilyen, az első nagy sok, az a Tónió Krüger volt. Tehát amikor erről beszéltünk, tudod, a könyvek kapcsán, hogy mit jelent nekem az irodalom, én akkor éreztem azt, hogy nem vagyok egyedül a világban. Tehát nekem a Tónió Krüger volt az első ilyen szívdobbanás. Ez jó megfogalmazás. És verses kötetnél pedig, ami nagyon szíven ütött kortárs irodalomból, az Kormos István volt. Nakunk szipámban hull a hó, amit már én vettem, tehát amit gimnazistaként én vásároltam. És nagyon szerettem Kormosnak ezt a karcos hangját, hogy egyszerre dalol, ugyanakkor van valami elhangoltság és mély szomorúság a verseiben. Még az utolsó polcot megnézhetjük? Megmutatom, persze. Itt irodalomtörténet, itt pedig az idegen nyelvű könyvek, tehát francia-angol. És ezek az idegen nyelvűek? Igen, ezeket egyetemista koromban gyűjtöttem, 2 évig Párizsban éltem, és a francia verses köteteket, és hát a francia klasszikus sorozatot is akkor vásároltam, tehát a francia költészet klasszikusai. És franciául folyékonyan beszélsz? Igen. Olvasol is? Máig franciául? Persze, olvasok franciául. Nagyon szép. Hát itt aztán van minden. És hát ugye van egy polcnyi szótár. A szótárakat csak nosztalgiából őrzöm. Na tényleg, szótárat használ ma még valaki szerinted? Én már nem használok, tehát én mindent neten nézek meg, de van egy polcnyi szótár, amit megőriztem, mert nem tudom, ez ilyen érzelmi dolog. Tehát, hogy... Ja, ott vannak. Igen, igen. Sok szép emlék, hogy mennyit forgattad őket. Ezt pedig mind a franciaországi zseppénzemből vásároltam, ezeket a francia köteteket. És mind hazacipelted? Tehát, hogy akkor azért nagyon kellett spórolni ahhoz, hogy az ember mindent megvegyen, és nekem nagyon fontos volt, hogy úgy jöttem haza 2 év után, hogy rengeteg francia kortárskönyvem volt. Gyakorlatilag arra költötted akkor, igen, szerintem igen, az összes pénzt. Igen, arra költöttem. Nagyon szép. Van különösen kedves ezek között, ha csak egyet meg kellene mutatni? Tudom, hogy nehéz. Nem is különösen kedvest emelnék ki, hanem ebben a sorozatban van Christian Dumé kötete, ami azért különösen érdekes, mert 20 évekig nagyon erős sajtszagot árasztott. Ugyanis pontosan tudták a francia barátaim, hogy nagy sajtrajongó vagyok, és hogyha valakinek új kötete jelent meg, azt elküldte nekem, és ő egy nagyon finom, jó minőségű camemberrel összecsomagolva küldte el a könyvét, és ezért beraktam a könyvespolcra, és évekig sajtszaga volt. Tehát annyira erősen átvette ez a finom papír, hogy érezni lehetett. És már nem érződik. Már nem, a múltkor valahogy melyik megtaláltam, az? Christian Dumé, múltkor megtaláltam, kivettem, és akkor már nem érződött. Igazolhatom. Kriszta, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégül láttál. Én köszönöm, hogy meglátogattál, és megmutathattam a könyveimet. Csodálatos, mert hogy egyszer könyvtáraznom kell, és minden zárva is szükség lenne rá, mondjuk egy újabb Covid idején, akkor majd engedd meg, hogy az ívás egy nagyon szívesen látlak, válasz majd. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük a Heineken Hungária támogatását, amellyel elősegítették, hogy a kultúrafogyasztó és olvasást kedvelő embereknek értékes élményt nyújthassunk. Nélkülük ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre. Ha tetszett a beszélgetés, akkor lájkoljátok a videót és nyugodtan kommenteljetek is. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.